Ez az eset az egyetemi éveim alatt történt. Egy kisebb városban nevelkedtem. 18 évesen elköltöztem a szüleimtől, és a barátaimmal laktam. Közel volt az egyetem, amely arról volt híres, hogy bulizós iskola, és teljesen megfelelt ennek a hírnévnek. Szeretek bulizni, de ezek az emberek teljesen elvetemültek voltak. Sok diák sodorta magát veszélyes helyzetekbe. Túl sokat ittak, nem voltak elővigyázatosak, elfelejtettek ajtót zárni, és így tovább. Nagyon elszigetelt volt a hangulat, és aki nem volt egyetemista korú, azonnal kilógott a sorból. Egy este, miután ittam néhány pohárral, hazamentem a kis házba, ahol a két lakótársammal éltem. Valószínűleg hajnali fél három lehetett. Mindannyian komolyan vettük a tanulást, és ha bulisztunk is, az nem egy tipikus környékbeli egyetemista megabuli volt, inkább csak egy kisebb baráti összejövetel. Gyakran előfordult, hogy néhány ember nálunk aludt, a kanapén vagy az ágyunkban, ahogy éppen alakult. Aznap este a lakótársaimnál volt valaki, akit nem ismertem, és láttam, hogy ez a személy a kanapén alszik. Nem kapcsoltam fel a villanyt, mert nem akartam felébreszteni, de amikor elhaladtam mellette a hálószobán felé, észrevettem, hogy a figura nagyon mereven fekszik. Nem tudom megmagyarázni, de éreztem, hogy valami nincs rendben. Mintha minden erejét arra összpontosította volna, hogy mozdulatlan maradjon. Megálltam egy pillanatra, és ekkora srác hirtelen, villámgyorsan felén fordította a fejét, anélkül, hogy megmozdította volna a végtagjait. Olyan gyors volt, hogy megijedtem. Láttam, ahogy tágra nyílt szemei megcsillantak a sötétben. Arra gondoltam, talán megijesztettem, vagy esetleg részeg volt, netán valamilyen szerhatása alatt állt, és nem tudott aludni. Ezért gyorsan besiettem a hálószobámba, és bezártam az ajtót. Az a srác nagyon nyugtalanított, és nem akartam kockáztatni. Végül elaludtam. Hajnali fél öt körül felébredtem. Furcsa zajt hallottam az ajtónál, mintha valaki az ujjaival dobolna az ajtón. Csendben maradtam és figyeltem. Aztán újabb hangokat hallottam, mintha valaki a körmeivel kapargatná az ajtót. Ez a hang egyre hangosabb lett. Nyilvánvaló volt, hogy mindkét kezével kapart, és olyan gyorsan és erősen, ahogy csak tudott. A hang egyre hangosabb és fenyegetőbb lett, és egyre jobban elöntött a félelem. Elővettem a telefonomat, és üzentem a lakótársamnak. Hé, a barátot kikészít, be van lőve, vagy mi történt vele? Kérlek, beszélj vele. Kaparja az ajtómat, és nagyon megijeszt. Nem válaszolt, valószínűleg aludt. Üzentem a másik lakótársamnak is, de ugyanaz volt az eredmény. Eközben a kaparás már percek óta tartott. Fogalmam sincs, hogyan bírta ezt ilyen sokáig. Egy fajtót fa kaparni a körmeiddel biztosan nem lehet kellemes. A kilincset is megpróbálta elfordítani. Mivel egyikük sem válaszolt, úgy döntöttem, hogy felhívom őket, hogy felébredjenek. Tudom, hogy bután hangzik, de valami rémisztő volt abban, ahogy az ajtón keresztül tudatta a jelenlétét. Tudtam, hogy meg akar tieszteni, és úgy éreztem magam, mint egy áldozat, akivel játszadozik. Éreztem, hogy valami nagyon nincs rendben ezzel a sráccal, és talán a rendőrséget is értesíteni kellene. Minden esetre be akartam vonni a lakótársaimat, mivel az ő barátjuk volt, a kaparás hirtelen abba maradt, és felhívtam a lakótársamat, aki fáradt hangon vette fel a telefont. Haló? Hé, hey, a barátod nagyon ki van ütve. Tudnál vele foglalkozni? Halára rémít és kaparja a hálószobám ajtaját. Pár másodpercig csend volt, aztán amikor megszólalt, már egyáltalán nem tűnt fáradtnak. Milyen barát! Ma este nem volt nálunk senki. Hívd a rendőrséget! Azonnal! Az adrenalin az egekbe szökött bennem. Mielőtt letettem volna a telefont, szóltam neki, hogy azonnal zárja be a hálószobája ajtaját. Rájöttem, hogy már egy ideje nem hallottam a kaparászást, és fogalmam sem volt, hol lehet az a fickó. Hirtelen hangos dörömbölést hallottam a ház másik végéből, ahol a lakótársaim, Laura és Mónika osztoztak egy szobán. A dörömbölést sikítás követte. Azonnal tárcsáztam a 112-t, miközben ez az őrült tovább dörömbölt a lakótársaim hálószobájának ajtaján. Szerencsére időben bezárták az ajtót. A csapások erejéből egyértelmű volt, hogy megpróbálja betörni. Elmondtam a telefon másik végén levő embernek a helyzetet, és két járőrkocsit küldtek ki. A helyi rendőrök általában ahhoz voltak hozzászokva, hogy részegeket szedjenek le a járdáról, és verekedő diákokat válaszanak szét. De ez a helyzet komoly volt, és szerintem a hölgy is érezte a hangomból, mennyire sokban vagyok. Vonalban maradt velem. Egy idő után a dörömbölés abba maradt, és minden elcsendesedett. Ekkor hirtelen lenéztem, és láttam, hogy a betolakodó benyomta az ujjait az ajtóm és a padló közötti résen. Furcsán mozgatni kezdte a kezét, miközben bizarr morgó hangot adott ki. Sikítottam, és hátráltam, amit azonnal megbántam. Utólag belegondolva, mennyire jó lett volna, ha rátapostam volna az ujjaira, és hallhattam volna, ahogy fájdalmában ordít. Amikor megérkeztek a rendőrök, hallottam, hogy elszalad, és az ajtónkat kinyitotta, majd becsukta maga mögött. Elmenekült, és a rendőrök soha nem kapták el. A hálószobám ajtaja tele volt hatalmas karcolásokkal, amelyeket egy ollóval ejtett, amit a távozása előtt eldobott. Ami a legjobban megijeszt ebben az egészben, az az, hogy közvetlenül elhaladtam mellette. A szemébe néztem. Most már rájöttem, hogy egyáltalán nem aludni próbált. Valószínűleg hallotta, hogy kinyitom az ajtót, és megijedt, mert nem tudta, hogy valaki más is lakik ott. Azért feküdt olyan mereven, mert megpróbált beleolvadni a kanapéba. 2010 őszén úgy döntöttem, hogy visszamegyek az egyetemre. Egyedülálló anyaként neveltem három fiút, de mostanra mindannyian iskolába jártak, így végre lehetőségem nyílt a tanulásra. Az egyetem, ahova beiratkoztam, egy nagyobb egyetem regionális kampusza volt, és egy olyan környéken helyezkedett el, amely hírhet volt a bűnözésről, a szerfogyasztásról és egyéb illegális tevékenységekről, amiket nem szívesen részleteznék a videóban. Csak 20 percre volt az otthonomtól. Nem éreztem magam veszélyben, mert autóval jártam és kerültem a gyanús helyeket. Az első napom eléggé ijesztő volt. Nem ismertem senkit, és jóval idősebb voltam a legtöbb diáknál, akkor a 28. életévenben jártam. Leültem egy asztalhoz a terem hátsó részében, és pár perccel később egy velem egykorú nő ült le mellém. Nagyon sovány volt, cigaretta belőle, zsíros haja és beesett szemei voltak, de amikor beszélni kezdett hozzám, teljesen normálisnak tűnt. Azzal kezdte a beszélgetést, hogy azért ült mellém, mert szerinte az én blúzom a legszebb az egész teremben. Furcsa volt, de mivel én is gyakran zavarban vagyok, sokszor elnéző vagyok az ilyen kínos megjegyzésekkel szemben. Sőt, ez jól is esett a sok szép fiatal nővel teli teremben. Nem volt nála hátizsák, könyv, toll vagy füzet. Semmi. Azt mondta, hogy a pénzügyi támogatása még nem érkezett meg, de nem akart lemaradni az órákról, és megkérdezte, megosztanám-e vele a könyvemet. Beleegyeztem, és adtam neki egy tollat meg papírt is, az első óra után megkérdezte, elkísérném-e a könyvtárba, hogy le tudjon másolni néhány oldalt a könyvemből. Erre is rábólintottam, és elindultunk a könyvtár felé. Egyszer csak megállt, ránézett a telefonjára, és azt mondta, hogy a fia üzent neki, és azonnal haza kell mennie valamit intézni. Ezután megkérdezte, elkísérném-e. Mondtam neki, hogy még van egy órám, így nem tudok vele menni. Tudni akartam, hogy még mindig szüksége van-e a könyv másolatára, de azt mondta, hogy nem, haza kell menni a fiához, de valamiért egyedül nem tud menni. Zavarban voltam, de továbbra is mondtam neki, hogy nem tudok vele menni. Ekkor sírni kezdett. Ezen a ponton már kint voltunk, még az egyetem területén tartózkodtunk. Az egyik oldalon a parkoló, a másikon a könyvtár. Egyre kevésbé éreztem magam biztonságban, és már nem akartam távol lenni az emberektől ezzel a nővel. Nagyon feldult lett, és elkezdett kiabálni velem, szinte szitkozódott. Nem emlékszem pontosan hogyan zajlott ez az egész, mert teljesen sokkolt, hogy milyen gyorsan váltott át barátságosról síró nőre, majd egy agresszív ordibáló őrültre. Megfordultam, és elindultam a könyvtár felé. Elővettem a telefonomat, és felhívtam az egyik barátomat, hogy tudjon róla mi történik, hát ha ez a nő még tovább próbálkozna. Amikor elértem a könyvtár rajtajához, visszanéztem. A nő most a parkoló szélén állt. Ekkor megállt mellette egy autó. A férfi, aki vezette a járművet, egyértelműen mérges volt rá. Veszekedtek, de nem hallottam őket a távolság miatt. Végül a nő beszállt az autóba, és elmentek. Másnap rettegtem, hogy újra találkozom vele az órán, de nem jött el. Valójában soha többé nem láttam őt. Most visszagondolva, biztos vagyok benne, hogy ő nem is volt diák, Bármi is volt a célja, hazudott nekem, és merem állítani, hogy rosszban sántikált. Bár csak tudnám, mik voltak a szándékai, de ugyanakkor örülök, hogy sosem kellett rájönnöm. Ez akkor történt, amikor egyetemre jártam, 18 éves voltam. Az első évenben igyekeztem minél több barátot szerezni, hogy könnyebben beilleszkedjek az új környezetbe, Emiatt több kisebb társaságot is találtam, akikkel együtt lógtam, és végül barátnőm is lett. Az egyetemi ebédlőben általában párosával vagy hármasával ebédeltek az emberek. Mindenki igyekezett barátokat szerezni, ez teljesen normális volt. Egyik nap egy Lili nevű lány megkérdezte, lenne edven kedven vele ebédelni óra után. Nem volt semmi okom, hogy ne menjek, így beleegyeztem. Az ebéd során mindennapi dolgokról beszélgettünk, az iskoláról és a tanárokról. Ezután, a nap után, Lili rendszeresen hívott lebédelni, és idővel egy szokásá vált, amiből nehéz lett volna kiszabadulni. Akkoriban nem zavart különösebben, de ezek a pillanatok azzal jártak, hogy gyakran elszalasztottam a lehetőséget, hogy más barátaimmal lebédeljek. Utólag visszagondolva, talán ez is volt a célja. Egyik nap óra után valaki megkérdezte, hozzáadom-e őt az egyik közösségi oldalon. Akkoriban még elég új dolognak számított az ilyesmi. A beszélgetés Lili előtt zajlott, és láttam, ahogy hirtelen felkapta a fejét, mintha valami különösen fontosat hallott volna. Ez a reakció annyira éles volt, hogy nehéz volt figyelmen kívül hagyni. Aznap este, amikor hazaértem, Lili barát kérelme várt engem. Nem voltak közös ismerőseink, és fogalmam sem volt, honnan tudhatta a vezeték nevemet. Meglepetésemre rájöttem, hogy valószínűleg átnézte az egyetem közösségi oldalait, és így talált rám. Bár ez a dolog egy kicsit furcsa érzést keltett bennem. Elhessegettem a gondolatot, és úgy voltam vele, mi baj lehet ebből. Innentől kezdve Lili folyamatosan üzeneteket küldött nekem, és minden posztomra kommentált. Próbáltam azzal nyugtatni magam, hogy valószínűleg csak nem voltak még igaz barátai, és emiatt elnéző voltam vele. Továbbra is mindig elhívott ebédelni, de azon kívül ritkán találkoztunk személyesen. Néha láttam őt a kampuszon, de soha nem mentem ki otthonról, hogy találkozzak vele, így a kapcsolatunk inkább az online beszélgetésekre korlátozódott, és azokra az alkalmakra, amikor ebédeltünk. Véletlen egybeesésként a barátnőmet is Lilinek hívták. Ez a tény láthatóan zavarta Lilit. Néha célzott rá, hogy a barátnőm választhatna másik nevet, vagy tréfálkozott azzal, hogy a neve nem illik hozzá. Nyilvánvaló volt, hogy nem kedveli a barátnőmet, és sejtettem, hogy miért. Ezen a ponton már nehéz volt figyelmen kívül hagyni a viselkedését. Finoman elkezdett arra utalni, hogy tetszem neki. Próbáltam nem foglalkozni a dologgal, mert nem tudtam, hogyan kezeljem a helyzetet. Sosem voltam jó abban, hogy hogyan reagáljak, amikor egy barátom közeledik hozzám. Ráadásul én foglalt voltam. Egyáltalán nem voltam arra nyitott, hogy flörtöljek valaki mással olyan ruhákat viselt, és úgy viselkedett, mint egy 1950-es évekbeli házi asszony, és olyan volt, mint egy felnőtt, aki még mindig megszállottan rajong a Disney hercegnőkért. A dolgok kellemetlen fordulatot vettek az utolsó közös óránk napján. Aznap nem hívott el ebédelni, mint ahogy szokta, hanem megkérdezte, el tudnék-e sétálni vele. Ismét nem tudtam, hogyan mondjak nemet. Az egyetemi kampuszt egy nagy erdős terület szegélyezte, és Lili bevitt az erdőbe, ahogy távolodtunk, egyre halkabban lehetett hallani a többi diák hangját. Leült egy farönkre, és én vonakodva követtem a példáját. Elkezdett arról beszélni, hogy mennyire fogok neki hiányozni a nyári szünet alatt. Próbáltam nyugtató szavakat találni, de őszintén szólva a legszívesebben elfutottam volna. Különösen azért, mert úgy tűnt, mindjárt sírni kezd. Próbáltam valami kifogást keresni, hogy találkozom van a barátnőmmel, de mielőtt elmehettem volna, Lili váratlanul megcsókolt, kellemetlen volt, és úgy éreztem, azonnal el kell mennem onnan. Gyorsan felálltam, és elindultam vissza a kampuszra. Boldog voltam, hogy egy ideig nem kell majd látnom őt. A nyári szünet után visszamentem az egyetemre, és beköltöztem egy házba néhány barátommal. Az egész baráti társaságunk körül akkoriban elég komoly problémák voltak. Sok kicsinyes vita zajlott, de voltak ennél sokkal súlyosabb gondok is. Az iskolai kezdetén szakítottam a barátnőmmel, és ez az egész zűrzavar arra késztetett, hogy újra gondoljam a dolgokat Lilivel kapcsolatban. Nem tűnt olyan rossz ötletnek, hogy tartson vele a kapcsolatot, főleg mivel a barátaimmal egyre inkább elhidegültünk egymástól. Ennek ellenére továbbra sem akartam vele egyedül lenni, és úgy éreztem jobb, ha a kapcsolatunk főként az online beszélgetésekre korlátozódik. Ez időtájt kezdtem el járni egy sráccal, ami Lilinél nem aratott nagy sikert. Úgy tűnt, Titkon azt remélte, hogy miután szakítottam a barátnőmmel, majd ő léphet a helyébe. De mint már említettem, ez sosem volt opció. A szakításom és az új kapcsolatom között nem telt el sok idő, így valószínűleg azt hitte, hogy elszalasztotta a lehetőségét, hogy közelebb kerüljön hozzám. Itt kezdtek igazán rosszra fordulni a dolgok. Akkoriban elég aktív voltam a tambleren, ahol alkalmanként írtam a mindennapjaimról, és főként képeket, idézeteket osztottam meg. Egy nap, amikor épp ezen az oldalon böngésztem, valami szokatlan történt. Az egyik blog, amit követtem, váratlanul üzenetet küldött nekem. Egy képernyőfotót csatolt, amelyen látszott, hogy valaki arra kérte az oldal szerzőjét, hogy elemezze az én profilom rólam szekcióját, és mondja el a véleményét arról, hogy milyen ember lehetek. Nem tudom eléggé hangsúlyozni, milyen bizarr és váratlan volt, hogy valaki ennyire részletesen próbál tanulmányozni engem, mintha egy könyvszereplője lennék, akit elemezni kellene. A válasz nagyjából annyi volt, hogy nem tudom, sajnálom. Ami azonban igazán megdöbbentett, az az volt, hogy a kérdést nem névtelenül tették fel. Természetesen azonnal tudni akartam, ki az, aki ilyen furcsa érdeklődést tanúsít irántam. Nem meglepő módon kiderült, hogy kiált a dolog mögött. Amit találtam, az szinte sokkoló volt. Egy cuki rózsaszín és piros színekben pompázó oldalt, amelynek bejegyzései leginkább rólam szóltak. Bár néhány poszt Lili érdeklődési köréről, hobbijairól szólt, a tartalomzöme az én életemről és tetteimről szólt. A bejegyzések szinte naplószerűen követték nyomon azokat az eseményeket, amelyekben részt vettem, és visszautaltak olyan pillanatokra is, amikor Lilivel találkoztam. Nyilvánvalóvá vált, hogy Lili minden apró részletet megfigyelt az életemben, akár online, akár offline történt, és ezeket az információkat gondosan összegyűjtötte és rendszerezte. Különösen sokat beszélt azokról az alkalmakról, amikor együtt ebédeltünk, és ezeket különleges rendezvúknak nevezte, mintha több lett volna köztünk, mint egyszerű barátság. Részletesen leírta azt az alkalmat is, amikor megcsókolt az erdőben, de úgy mesélte el, mintha az egész kölcsönös lett volna, mintha én is ezt akartam volna. Idézeteket használta kedvenc dalaimból, és arról írt, hogy mindig ott lesz számomra, bármilyen nehézségek jöjjenek, bárki is lépjen be az életembe ő itt lesz nekem. A bejegyzések tele voltak azzal, hogy ő úgy szeret, ahogy vagyok, minden hibámmal együtt. Ahogy egyre mélyebbre ástam magam ebben a blogba, a helyzet csak egyre rosszabb lett. Rengeteg bejegyzés szólt az akkori barátomról, és ezek már egyértelműen beteges, megszállott gondolatok voltak. Olyasmiket írt, hogy a barátom nem érdemel meg engem, és hogy nem is tudja, milyen kincsre talált bennem. Azt ecsetelte, hogy ha ő lenne a helyében, soha nem engedne közel másokat hozzám és féltékeny lenne bárkire, aki a közelemben lenne. Megrémített a gondolat, hogy valaki ennyire megszállottan, ilyen intenzitással követi az életem minden apró részletét és ilyen gondolatokat táplál irántom. Az egész történet még bizarrabb fordulatot vett, amikor felfedeztem, hogy a blogban egy bizonyos Steven nevű legjobb barátról is szó esett. Lili soha nem említette nekem ezt a szemét, ezért nagyon meglepett, amikor a bejegyzéseiben arról írt, hogy Steven milyen nagyszerű barát, milyen jól érzik magukat együtt, és hogy Steven mindig vigyáz rá. Először azt gondoltam, talán egy online barátról van szó, akit eddig nem ismertem, de aztán az egyik konkrét bejegyzés végleg egyértelművé tette a helyzetet. Egy posztban arról írt, hogy Steven küldte nekem ezt a képet, tudta, hogy tetszeni fog. A probléma az volt, hogy a kép az én oldalamról származott. Lili azt állította, hogy ez a kép egy kitalált barátjától származik, így az ő torzvilágában két külön személyre osztott engem. Ez már több volt, mint egyszerű megszállottság. Itt már arról volt szó, hogy Lili egy saját alternatív valóságot épített fel, ahol teljesen áltorzította az én életemet és személyemet, hogy illeszkedjen az ő fantáziáihoz. Lili egyszerre képzelte engem egy tökéletes legjobb barátnak, aki mindig vigyáz rá, és a lelkitársának, aki előbb-utóbb végre túllép a barátján is azokon a könnyű lányokon, akikkel gyakran együtt voltam. Hihetetlen, de Lilinek tényleg sikerült követőket gyűjtenie. Nyitott kérdéseket tett fel a blogján velem és a kettőnk közötti nem létező kapcsolattal kapcsolatban. És megdöbbentő módon több követője is teljesen komolyan válaszolt neki. Ezek az emberek, akiket soha az életemben nem láttam, támogatták és bátorították az ő beteges viselkedését, mintha mindez teljesen normális lett volna. Lili gyakorlatilag egy bonyolult, hamis rajongói történetet alkotott az életemből, amelyhez bárki hozzáfűzhette a véleményét. Ő pedig, mintha valami hősként tündökölt volna ebben a furcsa kitalált világban, ahol mindketten főszereplők voltunk. Elképettem, amikor visszatekintettem a blog történetére, és rájöttem, hogy ez az egész már egy jó ideje tart. Nem volt erőm mindent végigolvasni, mert egyszerűen megrémített a gondolat, hogy valaki ilyen megszállottan követi az életem minden egyes részletét. Összegyűjtve mindent, amit csak talál rólam, és egy sajátos fantázia világban használja fel. Nem bírtam tovább, ezért üzenetet küldtem Lilinek, és szembesítettem a beteges kis mániájával, amit körém épített. Semmit sem reagált, nem is válaszolt nekem, mintha semmi sem történt volna. Még mindig alig tudom felfogni, hogy valaki oldalakon keresztül beszél rólam, arról, hogy mennyire szerelmes belém, hogyan fog gondoskodni arról, hogy végül egymásé legyünk, és mégis úgy tesz, mintha mindez nem is létezne, amikor szembesítem vele. Lili végül törölte az oldalt, vagy legalábbis megváltoztatta a nevét, hogy többé ne tudjon megtalálni. Egy dolog világos volt számomra: soha többé nem akartam találkozni vele de sajnos még mindig volt egy közös óránk, és ez a tudat egyre jobban nyomasztott. Nem vagyok egy könnyen megijedő típus, de alapvetően mindig is paranoiás voltam, így az a gondolat, hogy valaki ilyen megszállottan figyel engem, teljesen kiborított. A következő lépése pedig még jobban megrémített. Megpróbálta elcsábítani a barátomat. Ez a próbálkozása teljesen sikertelen volt, és csak kellemetlen helyzetbe hozta a barátomat, aki azonnal elmondta nekem, mi történt. De mi volt Lili terve ezzel? Azt remélte, hogy a barátom megcsal vele, majd azt várta, hogy szakítsunk. Amikor ez az abszurd ötlete kudarcot vallott, még továbbment, és megpróbált három másik barátomra is ráhajtani. Természetesen egyikük sem vette őt komolyan, és senki sem ugrott a csapdájába. Lili végül az egykori lakótársammal kezdett el járni egy ideig, de még akkor is biztosított róla, hogy ő valójában inkább velem lenne. Ez undorító volt, és egyértelműen megmutatta, hogy mennyire torz és beteges a gondolkodása. Már elegem volt belőle a legrosszabb az egészben az volt, hogy Lili az egyetemi évek alatt végig ott maradt az életemben, valahogy mindig a közelemben volt. Amikor próbáltam távolságot tartani tőle, azzal fenyegetett, hogy plegykákat fog terjeszteni rólam, és valójában meg is tette. Ezek a plegykák komolyan ártottak a karrier lehetőségeimnek, amelyekért keményen megdolgoztam. Minden egyes próbálkozásom, hogy elkerüljem őt, újabb problémákat szült, és az életem egyre inkább rémálommá vált miatta. Nem tudom, mi mindent csinált még a hátam mögött, de rá kellett jönnöm, hogy biztonságosabb, ha hagyom, hogy azt higgye, még mindig része az életemnek. Feleslegesen nem akartam felbosszontani. Miután lediplomáztam, Lili még mindig kétségbe próbált visszatérni az életembe. Ekkorra már szinte teljesen abba hagytam a posztolást a közösségi oldalakon. Természetesen ő nem adta fel olyan könnyen. Próbált beszélgetéseket kezdeményezni, de én többnyire figyelmen kívül hagytam őt, Rettegtem a gondolattól, hogy még mindig lekövet engem az interneten. Az utolsó alkalom, amikor valóban beszéltünk, egy váratlan üzenettel kezdődött, és a mai napig kiráz hideg, amikor visszaemlékezek arra a napra. Nem fogom részletezni. Gyorsan összefoglalom, mi is volt. Lili elkezdett nagyon személyes kérdéseket feltenni, mint például, hogy kikhez vonzódom. Egyáltalán nem akartam erről beszélni vele, de végül elmondtam neki néhány alapdolgot. Ezután hirtelen témát váltott, és azt kérdezte, mit szólnék, ha ő fiú lenne. Valami nagyon nem volt rendben ezzel a lányjal. Próbáltam világosan megmondani neki, hogy hagyjon békén ezzel a hülyeséggel, de erre válaszul fotókat küldött magáról, majd egymás után érkeztek az üzenetei. Olyan gyorsan írt, hogy még válaszolni sem tudtam, mielőtt jött volna a következő. Gyakorlatilag visszaidézte azt, amit korábban elmondtam neki magamról, mintha valahogy engem próbálna utánozni a jellememet átvette, mint valami parazita. Ekkor végleg megszakítottam vele a kapcsolatot. Letöröltem őt az összes közösségi oldalamról, ami az egyetlen kapcsolatfenntartási pontja volt hozzám. Azt hittem talán végre túllépett rajtam, de pár nappal ezelőtt újabb barátkérelmet küldött. Azóta sem fogadtam el vagy töröltem, mert tudom, ha visszautasítom, úgy is küld egy másikat. Csak hogy érzékeltessem. Lili és én közel 12 évvel ezelőtt találkoztunk először, ez a történet csupán a legfontosabb eseményeket tartalmazza, és még így is csak azt, amiről tudomásom van.